Természetesen tükröző felület nem csak sík felület lehet, a különböző görbült felületek is lehetnek kellően simák, vagyis viselkedhetnek tükörként. Mindet persze nem vizsgálhatjuk meg egyesével, mi most a szabályosat, a gömb felületet fogjuk alaposabban megnézni. Példaként legtöbbször a karácsonyfát díszítő csillogó gömböket szokták felhozni, és nem is indokolatlanul. Gömb is, tükröz is, szépséges is, de őt mindig csak kívülről szoktuk látni, ugye jó esetben. Jól sejted, ugye a gömbtükröket azért nevezzük gömbtükröknek, mert egy gömbfelület az, ami tükröz. Ide le is rajzoltam. Ha a külső része tükröz, mint ez, akkor azt mondjuk, hogy domború, ha pedig a belső része tükröz, amit ide is rajzoltam, akkor azt mondjuk, hogy homorú. Nagyon sokféle gömbtükrünk lehet. Amelyik nagyon görbült, azt egy kicsi sugarú gömbből vágták ki, amelyiken meg alig látszik a görbület, az egy hatalmas nagy sugarú gömb részlete lehet. Használhatjuk az egész gömböt tükröző felületként, de akár kis darabkákat is kivághatunk belőlük. Kivághatjuk egy kör mentén, vagy egy ilyen lekerekített téglalap formájában, de esetleg akár egy csíkot is kivághatunk belőle, amire éppen szükségünk van. A képalkotást nem fogja befolyásolni. Nem mindegyik tükörről látszik azonban első ránézése, mint például erről, hogy ez egy homorú tükör, ezek itt eléggé laposak. Hogyha ráteszek egy pingponglabdát, látszik, hogy ez mégiscsak egy domború tükör, mert ugye legurult róla, ő is egy domború tükör, ő pedig, amint szemmel látható, egy homorú tükör. De, hogyha belenézünk a tükörbe, akkor már is látni fogjuk, hogy ő egy homorú tükör, meg fogjuk tanulni a képalkotást, ő pedig egy domború tükör, teljesen másféle képet adnak. A gömbtükrök különbözőek lehetnek, például ugye ez itt egy nagyon erősen homorú tükör, ez pedig egy kicsit homorú tükör, látjuk azért, hogy homorú, mert a pingponglabda ide a közepébe bújik bele. Őt egy kis sugarú gömbből vágták ki, őt pedig egy nagy sugarú gömbből vágták ki. Ugyanezt mondhatjuk el a domború tükrökről is. Ő nem annyira domború, ő nagyon domború. Őt egy kis sugarú gömbből vágták ki, őt pedig egy nagyobb sugarú gömbből vágták ki. Amikor a tükröket ábrázoljuk, akkor rendszerint síkban egy körvonallal kezdünk. Ennek a körvonalnak csak egy darabját fogjuk majd megrajzolni, hiszen majd az lesz a tükör. Bejelöljük a gömbnek a középpontját, ezt nagy G betűvel szoktuk jelölni, majd pedig a gömbsüvegnek a legmagasabb pontját O betűvel jelöljük. Az O pont és a gömbi középponton átmenő egyenest pedig úgy hívjuk, hogy optikai főtengely. Ettől kezdve aztán, ha egy domború tükröt akarunk lerajzolni, akkor így fogjuk lerajzolni, hátulján jelöljük, hogy itt nem tükröz, ha pedig egy homorú tükröt akarunk rajzolni, akkor hasonló módon lerajzoljuk, és ezt a külső részét bevonalkázva jelöljük, hogy a belső része, a belső oldala lesz majd a tükröző felület. Egy kis rugalmas fémlapocska segítségével megmutatom, hogy a párhuzamos fénysugarakat hogyan fogják visszaverni a domború, illetve a homorú tükrök. Ez most ugye sík tükörnek felel meg, a párhuzamosan belső fénysugarakat szépen párhuzamosan veri vissza. Ha azonban én ezt egy kicsit megdomborítom, akkor azt látjuk, hogy a párhuzamosan belső fénysugarak széttartóan verődnek vissza. Nem azt mondom, hogy szétszórja őket, mert az olyan rendezetlen érzést kelt az emberben, ezek pedig azért, ahogy látjuk, rendezettek maradnak, csak széttartóvá válnak. Ha picit domború, akkor picit széttartóak. Ha nagyon domború, akkor nagyon széttartóak. Ha most pedig ezt a lapocskát egy kicsit befele görbítem meg, befele, akkor azt látom, hogy a párhuzamos fénysugarak összetartóvá válnak. Ha picit hajtom, akkor picit lesz összetartó, messzebb lesz az a csomópont, ha pedig nagyon meggörbítem, akkor a csomópont egy kicsit közelebb fog kerülni. Természetesen
igazi tükörrel is be tudjuk ezeket a jelenségeket mutatni. Amint látod, egy domború tükör valóban széttartóan veri vissza a fénysugarakat. Ha pedig egy homorúval próbálkozunk, akkor látjuk, hogy valóban összetartóak lesznek a fénysugarak, majd pedig a csomósodás után, mintha mi se történt volna, továbbra is haladnak zavartalanul, nyílegyenesen a fénysugarak. Milyen lesz a gömbtükrök képalkotása? Kezdjük először is a domború tükörrel. Legegyszerűbb, ha veszünk egy karácsonyfa díszt és belenézünk. Kicsinek látjuk magunkat, jóval kisebbnek, mint azt megszoktuk mondjuk a síktükör esetében. Viszont legalább nem álltunk fejtetőre, tehát a kép egyenes állású. Ha távolodunk, akkor rohamosan csökken a méretünk, rohamosan egyre kisebbek és kisebbek leszünk. Vajon miért? Ahogyan a síktükörnél, itt is meg fogjuk tudni szerkeszteni a képet, megint igaz az, hogy a tájról rengeteg fénysugár indul ki, nekünk azonban elég lesz kettőt megszerkeszteni ahhoz, hogy egy képpontot megkapjunk. Milyen sugármenetekkel dolgozzunk? Rajzoljuk le tehát akkor, amit láttunk. Azt láttuk, hogy a domború tükör a párhuzamosan leeső fénysugarakat széttartóan veri vissza, és ha visszafele meghosszabbítottuk volna a tükör mögött ezeket a fénysugarakat, azt tapasztaljuk, hogy a tükör mögött egy pontban metszik egymást. Ezt a pontot mi fókuszpontnak fogjuk nevezni, és nagy F betűvel jelöljük. Az F pont, ez az optikai főtengelyen helyezkedik el, mégpedig az OG szakasz felénél, vagyis a gömb sugarának a felénél. Az OF távolságot fókusz távolságnak nevezzük, és kis F betűvel jelöljük. Ha a domború tükrünk kis elemi síktükrökből állt volna, akkor egyesével meg lehetne szerkeszteni a belső fénysugarakhoz a beesési merőlegest és szögmásolással a visszavett fénysugarat. Tehát Euklidesz törvényei itt is érvényesek. Használni is fogjuk a másik sugármenetnél. Az optikai középpontba belső fénysugár ugyanakkor a szögben verődik vissza az optikai tengely túloldalán. Hát azt észrevetted, hogy ilyenkor az optikai főtengely éppen a beesési merőlegesnek felel meg. Leírtam ide a sugármeneteket, bár az előzőek alapján már te úgyis el tudnád mondani. Azért írtam egy A-t meg egy B-t, mert tudjuk, hogy a fénysugár útja megfordítható, és ami odafele igaz, az visszafele is az lesz. Tehát akkor amiket használni fogunk. Ha a fénysugár az optikai főtengellyel párhuzamosan esik be, ez volt az, akkor úgy verődik vissza, mintha a tükör mögötti fókuszpontból indult volna ki. Ennek a megfordítása az 1B, hogyha a fénysugár a fókuszpont irányába esik be, akkor az az optikai főtengellyel párhuzamosan verődik vissza. A kettes sugármenet, hogyha a fénysugár az optikai középpontba esik be, akkor ugyanolyan szögben verődik vissza a tengely túloldalán. És természetesen, hogyha 0 fokos szögben esik be, akkor saját magába verődik vissza. Az AB szakasz tükörképét fogjuk megszerkeszteni az előbb említett sugármenetek segítségével, egyszer így, egyszer úgy, és látni fogjuk, hogy bármelyik sugármenetet is választjuk, a végeredmény ugyanaz lesz, tehát bármelyiket bátran használhatjuk. Nézzük először csak az A pontot, azt vizsgáljuk meg, ugye rengeteg fénysugár indul ki az A pontból, mi most válasszunk kettőt. Az egyik, amelyik az optikai főtengellyel párhuzamosan esik be, az úgy verődik vissza a domború tükörről, mintha a mögötte levő fókuszpontból indult volna ki. A belső fénysugarat kékkel, a visszavertet pedig pirossal ábrázoltam. A másik fénysugár az legyen az, ami beesik az optikai középpontba, ez ugyanakkor a szögben verődik vissza. Amint látjuk, a valódi, igazi, visszavert fénysugarak soha nem fognak találkozni, soha nem fogják egymást elmetszeni, tehát valódi képpontot nem fognak létrehozni.
Hát hol lesz akkor az A-vesző pont, a képpont? Hát ez bizony látszólagos lesz, és a tükör mögött fog keletkezni. Ha a valódiak nem metszik egymást, akkor itt titokban, virtuálisan, látszólagosan hosszabbítsuk meg őket a tükör mögött, és ahol ez a metszéspont kialakul, ott lesz az A-veszőpont. Ez tehát egy nem valódi, vagyis látszólagos képpont lesz a tükör mögött, hasonlóan, mint a síktükör esetén. A második rajzunkon az alábbi sugármeneteket választottuk. Aki az optikai főtengelyel párhuzamosan esik be, az úgy verődik vissza, mintha a fókuszpontból, a tükör mögötti fókuszpontból indult volna ki, illetve az a fénysugár, ami a túloldali fókusz irányába esik be, látjuk itt a meghosszabbítás, az az optikai főtengelyel párhuzamosan verődik vissza. Itt is egyértelmű, hogy a valódi fénysugarak széttartóak, nem fogják egymást metszeni, valódi képpontot nem adnak, de ha látszólagosan meghosszabbítjuk őket virtuálisan a tükör mögött, a két visszavett fénysugarat, akkor megkapjuk az A-veszőpontot. Hasonló módon megszerkeszthetjük a B-pont képét is. Aki az optikai főtengelyel párhuzamosan esik be, az úgy verődik vissza, minthogyha a fókuszból indult volna ki. Már rögtön rajzolom is a szaggatott vonalat. A másik pedig, aki az optikai középpontba esik be, az ugyanolyan szögben verődik vissza. Amint látjuk, itt sem metszi egymást ez a két fénysugár, de a meghosszabbítás az viszont igen, szaggatott vonal, és itt kapjuk meg tehát a B-veszőpontot, vagyis az A-vesző-B-vesző szakaszunk képe itt található. Amint látjuk, a domború tükörben kicsinyített, egyenes állású és látszólagos képet kaptunk. Ugyanezt a szerkesztést elvégezhetjük a másikon is, tehát aki párhuzamosan esik be, az úgy verődik vissza, minthogyha a túloldali fókuszból indult volna ki. Illetve aki úgy esik be, minthogyha a fókuszba indult volna, az, látszik is, az az optikai főtengellyel párhuzamosan verődik vissza. Széttartóak, ha meghosszabbítjuk a visszavert fénysugarakat, akkor látjuk, hogy metszik egymást a tükör mögött. B-veszőpont, tehát ugyanúgy megkaptuk az AB szakasz tükörképét, ami kicsinyített, egyenes állású és látszólagos. Vajon, ha a domború tükrökhöz közelebb állunk, vagy távolabb, akkor mi fog változni? Mindig kisebbek leszünk benne? És mindig egyenes állású lesz a kép? És mindig látszólagos lesz a kép? Igen, ez valóban így lesz. Nézegesd magad egy karácsonyfadíszben, vagy egy autó külső visszapillantó tükrében, esetleg az útkereszteződéseknél felállított közlekedési tükrökben. A domború tükörben mindig egyenes állású, kicsinyített és látszólagos képet fogsz kapni. Nézzük meg most ezt a képalkotást egy szimuláció segítségével is. Ez tehát itt a domború tükör, amint látjuk, ez a tükröző felülete. Ez a tárgy, és ez pedig itt a kép. Ez a fókuszpont szeretne lenni, ez a gömbi középpont, optikai középpont. A sugármenetek, aki párhuzamosan esik be, az úgy verődik vissza, minthogyha a mögötte tükör mögött levő fókuszból indult volna ki, illetve ami az optikai középpont irányába esik be, az ugyanolyan szögbe verődik vissza. Figyeljük meg, mi történik akkor, hogyha én ezt a tárgyat közelítem, vagy távolítom. Hogyan alakul ilyenkor a kép helyzete?
akkor most egy picit közelítsük. Ahogy látod, közelítem, ezen gyakorlatilag nincs változás, ezen a sugármeneten, ezen viszont igen. És az lesz a következménye, ha jól megnézed, minél közelebb kerülünk a tükörhöz, annál kevésbé fog kicsinyíteni. Ha viszont távolabb megyünk, egyre távolabb megyek, akkor azt látjuk, hogy rohamosan csökken a képnek a mérete, de mindenképpen kisebb lesz. Rengeteg helyen találkozunk a hétköznapokban a domború tükörrel. A legfőbb erénye ennek a tükörnek az, hogy konkrétan széles látókörűek leszünk általa. Emlékszünk arra, hogy a fénysugár útja megfordítható, vagyis ha párhuzamosan esnek be a fénysugarak, akkor ugye széttartóan verődnek vissza. De ha mi beülünk a domború tükör elé, akkor mindenhonnan kaphatjuk ezt az információt, a tükörre belső fénysugarak által széles körből láthatunk képeket. És minél domborúbb ez a tükör, a mi panorámánk annál szélesebb lesz. Nézzünk egy példát. Ha valaki leül a Csákvári kastély elé háttal, és egy sík tükörből próbálja szemlélni a képet, akkor ennyit fog látni belőle. De ha egy domború tükörre cseréli a sík tükröt, akkor már is jóval nagyobb részt fog belátni a kastélyból. Természetesen, ha több információt kap ugyanakkor a tükörfelületre, annak ára van. A domború tükörben látott kép jóval kisebb lesz, mint a sík tükörben látott. Ha még domborúbb tükörrel próbálkoznánk, az egész kastély homlokzatot láthatnánk, de a kicsinyítés még erőteljesebb lenne, hiszen az egész homlokzat képének el kellene férnie a kicsi tükörfelületre. Tehát olyan helyeken használjuk a domború tükröket, ahol széles területet akarunk belátni egy szempillantással. Ilyen például a rosszul belátható útkereszteződésekhez elhelyezett közlekedési tükör. A kép természetesen nem valósághű, de nem is ez a lényeg. Az a fontos, hogy tudomást szerezzünk a másik közlekedő félről. Ugyanez a helyzet az autók, járművek külső visszapillantó tükrével is. A biztonságos közlekedéshez minden irányban tájékozódnunk kell. Minél több az információ, minél több mindent látunk, annál jobban meg tudjuk választani a helyzetünket és a sebességünket. Mivel a külső visszapillantó tükör domború, kicsinyíti a mögöttünk látható járműveket. A gyakorlatban az autós, motoros azt hiheti, hogy messze van még a mögötte levő jármű, tévesen ítélheti meg a közlekedési szituációt. Ez bizony balesethez vezethet. Gyakorlattal, odafigyeléssel ez elkerülhető. Az autó belső, utastérbe levő visszapillantó tükre általában nem domború, hanem síktükör. A visszapillantó tükrökkel kapcsolatban említsük meg azt, hogy néha látjuk, hogy a visszapillantó tükrön egy kis vonallal elválasztott rész van. Itt rendszerint még domborúbb a tükör azért, hogy az autó melletti beláthatatlan úgynevezett holdteret is minél jobban lecsökkentse, az is belátható legyen. Aztán sokszor látunk olyant is, hogy a buszok, villamosok külső visszapillantója több tükör részből áll. Mondtuk már ugye, hogy ha sok mindent látunk a domború tükörben, akkor igen kicsi lesz a kép. Így előfordulhat az, hogy a jobb látás a nagyobb kép érdekében az egyik tükörrel a jármű oldalát, a felleszállókat figyeli meg a sofőr a megállóban, a másikkal pedig a forgalmat tekinti áthaladás közben. A boltokban, ahol a polcok mögötti területet az eladók nem tudják megfigyelni, jó szolgálatot tesz a mennyezetre erősített domború tükör. Egy pillantással minden áttekinthető lesz.
Sok mindent megtudtunk most már a gömbtükrökről, és a domború tükröt részletesen is megbeszéltük. Tudjuk, hogy a domború tükör fókuszpontja a tükör mögött helyezkedik el, és a domború tükörben mindig egyenes állású, kicsinyített és látszólagos képet kapunk. A domború tükör a párhuzamosan belső fénysugarakat széttartóan veri vissza, és a gyakorlatban tájékozódása, információszerzése használjuk elsősorban a közlekedés területén. A következő filmben pedig a homorú tükörrel ismerkedünk meg részletesebben. Még egy kérdés. Ha közelről belenézünk egy karácsonyfa díszbe, mint domború tükörbe, eltorzul az arcunk, nagy krumpli órunk lesz. Hát vajon miért? Azért, mert az arcunk az nem lapos. Ami közelebb van a tükörhöz, azt kevésbé kicsinyíti, ami meg távolabb van, az rohamosan lesz kisebb, vagyis megváltoznak az arányok. Tehát nem az órunk lesz nagy, hanem az arcunk többi része lesz kicsi.